Alig 2 hét van hátra, és meteorológiailag is beköszönt a tél. Már javában tart a fűtési szezon. Tapasztalataink alapján az emberek a szén mellett a fát keresik a legjobban. Nem csal a szemünk, a tüzelőanyagok napi árát látjuk. Sajnos ez egy több mint 30 éves tábla. Ma már jóval mélyebben kell a zsebünkbe nyúlnunk, ha azt szeretnénk, hogy otthonunkban meleg legyen. Az egyik mosonmagyaróvári tüzében hegyekben áll a fa és a szén. Viszik is a fűtőanyagot. Van, aki nagy mennyiségben. És van, aki kicsiben. Megjenő és felesége már vett fát, most szenet is vesznek mellé. Hogyha nagy hidág van, akkor a fát megsegítjük egy kis szénnel, már tovább tartja a hőt. Meg kazánunk van, aztán akkor vegyesen, úgyhogy melegebb lesz a szobák. Tovább ég a tűz. Évek óta jellemző, hogy az emberek az olcsóbb tüzelőanyagot keresik. A legnépszerűbb még mindig a szén. Ezen belül is a cseh diószénből fogy a legtöbb. Ez 4500 forint körül van, ami biztos, azt mondjuk rá, hogy jó minőségű szenet adunk, mert vannak ettől olcsóbb szenek, de ezeket nem hozunk. Vannak lignitek, amit régebben használatosak voltak ezen a környéken is, de azokat se hozunk, mert ebből csak azt úgy érzi az ember, hogy kidobják az emberek a pénzt az ablakon, mert rengeteg hamuja van neki, kevés a fűtőenergiája. Manapság fával is egyre többen fűtenek. Ennek oka az, hogy fűtőértéke nagy, és az ára is kedvezőbb. Mázsáját már 3700 forintért is megkaphatjuk.